A műsor támogatója az Ormos Intézet, a hely, ahol ön is meggyógyulhat. Én Szegő Péter, a vendégünk. Jó reggelt, jó reggelt kívánok, üdvözlöm. Hát ma megint egy olyan problémáról, betegségről fogunk beszélgetni, amely, hát azt hiszem, hogy nagyon sokan küzdenek vele, és ami a legnagyobb probléma, hogy rendkívül makacs dologról van szó, sajnos. A körömgomba. Mi az, amit tehetünk ellene, ha már egyszer így alakult? Hát ha már kialakult, akkor egy valóban egy nagyon küzdős dolog, mire az ember ettől megszabadul. Megelőzni a körömgombának az elkapását, azt azért úgy nagyon nem lehet. Tehát járunk olyan területen, ahol egyéb betegek bejönnek ezzel a fertőzéssel, vizes blokkokban, közösségi fürdőkben, nehogy Isten családtagjaink körében, és ezek a betegségek ezek előbb-utóbb át tudnak települni. Gyakorlatilag akinek körme van, arra, akinek szintén van körme. Tehát nem igazán lehet. Nagyon nem szűkítettük le. Mindenki érintett. Azt el kell mondani, hogy aki cukorbeteg, akinek keringési zavar van az alsó végtagjában, aki nehogy Isten valami immunrendszeri működést rontó gyógyszert szed, az könnyebben fertőződik meg ettől az egésztől. Ezt el tudom mondani, hogy cukorbetegek körében rettenetesen sűrűn előforduló problémáról van szó, de ugyanígy valóban az érszűkületes betegeknél is elég sűrűn. Mi okozza egyébként alapvetően, hogy valaki nem elkapja valakitől, hanem ez így kialakul az ember szervezetében. Nem, ez fertőzés. Tehát ez emberül emberre terjed, illetve hát úgy terjed, hogy azokról a felületekről, amik ilyen gomba elemeket tartalmaznak, azokról meg tudjuk mi is kapni. Bárki gyakorlatilag. Na, és akkor a kérdésre visszatérve. Ha már elkaptuk, akkor mit tudunk tenni? Ugye, hát rengeteg mindenfélét látunk a kenegetésnek. Menjünk Szegő Péter úrékhoz. A következőt lehet csinálni. Két felé kell osztani a történetet. Az egyik az a rendelkezésre álló lehetséges kezelések. Ebből mi a lézert propagáljuk az intézeten belül. Ennek a módszernek a lényege tulajdonképpen az, hogy egy erre kitalált eszközzel nagyon gyorsan hozunk létre olyan körülményeket, amihez az adott gombasejteknek annyi idő alatt nincsen lehetőségük alkalmazkodni. A gombákról tudni kell, hogy rettentő gyorsan tudnak a változó környezeti körülményekhez alkalmazkodni, és ilyenkor spórával alakulnak, a spórák pedig olyanok nagyjából, mint a homokszemek, semmit nem lehet velük csinálni, és túlélnek gyakorlatilag szinte mindent. A kulcsa a dolognak az, hogy olyan gyorsan kell nagyon-nagyon mostoha körülményeket teremteni a gombáknak a környezetében, ne tudjanak rá valami bármit is lépni, ne tudjanak alkalmazkodni, ha ez megtörténik, akkor sérülnek, elpusztulnak. Ezt ezzel a lézerkezeléssel meg tudjuk csinálni, ez egy impulzus lézerterápia, ami arról szól, hogy rettentő rövid idő alatt nagyon nagy energiát tudunk közölni a körömlemezzel és a környező szövetekkel. Ez az egyik része, és a könnyebbik része a dolognak. A kezelés maga járóbetegként igénybe vehető, nem fájdalmas, igazándiból nem kell tőle félni, csattog és villog, ezt a kettőt el kell fogadni a betegeknek, ezért aztán hát védőszemüvegbe foglal helyet mindenki a kezelő helységbe, a csattogást azt meg el kell viselni. Egyszer kell elmennem, és csak azt a körmemet kezelik, vagy az összeset többször kell mennem, mi a folyamat ennek? Hát az, hogy hány körmöt fogunk kezelni, az attól függ, hogy igazándiból mennyi érintett, hogyha nagyon sok, mondjuk egyik lábon 5 körömből 4 érintett, akkor lekezeljük mind az 5-öt, akkor a maradékot nem érdemes kihagyni. Van egy nagyon nagy csomag, amit a kezelésen kívül a betegeknek saját maguknak kell megtenniük, ez pedig a lábbedik, az oknik, illetve az összes pedikűrös eszköz, amivel a lábukhoz érnek, ennek a rendszeres és alapos fertőtlenítése, illetve tekintve, hogy ezek a körömlemezek, amik fertőzöttek, ezek destruáltak, ezek föl vannak töredezve, rettentő könnyen visszafertőződik az illető máshonnan is, tehát a kezelés alatt közösségi fürdő használat, szauna használat, szilikonos pántos papucs használat, ezek például tilosak sajnos. És hát azt is el kell mondani, hogy ha ezt az egészet betartják az emberek, akkor lesz szép a körmük, amikor az új körömlemez lenő. De hogyha ezeket mindent megteszük, akkor az elég jó esély van arra, hogy az új körmlemez az már egészséges lesz. Mit érez a kezelésekből a beteg? Villog és csattog. Jó, nagyjából ez ezt a kettőt. De ez kis, a lézer, ez itt teljesen érezhetetlen. Hát azért nem. Hát azokat a kis beütéseket azért megérzik a betegek, de ez azért döntően általában nem jelent akkora hatalmas fájdalmat. És ez mennyi ideig tart? Attól függ, hogy hány körmöt kezelünk. Tehát, hogyha mondjuk az összes lábkörmét valakinek kezelni kell, akkor az nehezen úszható meg 45 perc alatt. Arra nem válaszolt, hogy hányszor kell visszamenni. Hát összesen 8-szor ismételjük ezt a kezelést.
változó időközönként, az első négyes az hetente egyszer van, a második négyes az két hetente egyszer van, és akkor utána is a körömnek a védelmére rendkívül nagy figyelmet kell fordítani, mert utána is még a visszafertőződésnek a lehetősége nagyon nagy. Aha, tehát hogyha valaki tünetmentessé válik, az nem jelenti azt, hogy tünetmentes is marad. Hát ott még csak azt tudjuk mondani, hogy a köröm lemezben, illetve a környezetében már jó esélye nincsen gombasejt. De tekintve, hogy a köröm ilyenkor egy destruált valamint, tehát nyilván mindenki látott már gombás körmöt, nem kell nagyon bemutatni, az a köröm az nagyon messze néz, nagyon messze áll attól, ami egy egészséges köröm szerkezetében is, és ez a feltöredezett körömlemez sajnos nagyon alkalmas arra, hogy gyorsan és könnyen visszafertőződjön, tehát ez az igazi kihívás ebben az egészben, hogy akár saját magunktól, akár a környezetünkből ezt a visszafertőződést gátoljuk meg. Ha ez sikerül és a kezelés jó, akkor utána rendben vagyunk. Nekünk is figyelnünk kell, és a betegeknek rettentően figyelni kell erre, amit elmondtam. Azt gondolom, hogy az, hogy egyszer meg tudják gyógyítani, abban gyanítom, hogy 100%-os az arányuk. Arra van-e már tapasztalatuk, hogy a visszafertőződést mennyire tudják megakadályozni? Tudom, nem csak a nökön múlik, hanem a betegen. Ez döntően nem rajtunk múlik sajnos. A visszafertőződés az nagyon függ attól, hogy mi volt a kiindulási állapot. Tehát, hogyha valaki mondjuk cukorbeteg, az jó esélye nem fog ebből kigyógyulni. Sohasem ott ennek a veszélye folyamatosan fennáll. Hogyha valakinek bármilyen okból kifolyólag cukorbetegség miatt, dohányzás miatt, magas vérnyomás miatt tönkrement az alsó végtag keringése, az sem lesz már tökéletes. Tehát ezek a dolgok, ezek sajnos nem változnak. Nekik életük végéig figyelni kell arra, hogy a visszafertőződéstől, mint a tűztől óvakodjanak, mert akkor kezdhetjük az egészet előről. De akinél ilyen dolgok nincsenek, az mondjuk hát annyit tegyen meg, hogy a műkörmöket felejtse el, mert alatta alapvetően bármi be tud indulni. Ja, igen, de őnekik azért jó esélyük van arra, hogyha egészséges lesz a körömlemezük, akkor a visszafertőződés is onnantól kezdve hát jóval kisebb esélye. Na, végre valami biztosat is mondott azért a végén. Köszönjük szépen, köszönöm, hogy köszönjük. Itt volt. Egészségügyi percénket látták. A műsor támogatója az Orvosintézet. A hely, ahol ön is meggyógyulhat.